Hát még szerencsé, hogy itt elmentettem a játékot, ugyanis megint rengeteg tippet és tanácsot kaptam tőletek, amit megpróbálok megfogadni. Például rögtön azt, hogy megpróbálom az egyik fegyvert, amit előbb találtam, azt equipelni, mert hogy az állítólag kelleni fog nekem. Még nem lövöm le, hogy ki milyen tanácsot adott, mert úgy sem tudom a neveket megegyezni, úgyhogy ezért elnézést kérek mindenkitől. Aki felismeri magát, az képzelje az, hogy kimondtam a nevét, mert tényleg annyi tanácsot, meg ötletet, meg tippet adtatok nekem, hogy örülök, hogy azt megjegyzem őket. Tehát az, hogy még hogy kimondta, az sajnálom nálam esélytelen, mert buta vagyok, mint a tök. Igen, Vern Dagger. Ezt kérem, mondjuk a... Lerakok egy unicycle-t. Wernegger item Wernegger use equipped okay cell dimension box E sticket lerakjuk, visszarakjuk a ezt, ami már el is fejtettem, hogy micsoda. Úgyhogy nézzük meg gyorsan. Weapon world attack 15. Meglátjuk. Ja, nem is ez kellett volna, jó, item. Ez info, mit tud? Ja, híz, igen, ez a 11 HP-s tudsz. Jó. Hát akkor menjünk az utolsó bosshoz. Szép a kert. Nőtt a kert. Oh shit. Shit is getting real. A kis békés környezet. Trónnal. Zakó, az Osgor. Dumpty dum. Ó. Van itt valaki? Csak egy pillanat. Ma majdnem befejeztem a virágok öntözését. Mint egy kicsit más csinált volna. Vagy más mivel öntöztem volna. Na jó, nem mondok én csak. Készen is vagyunk. Na, milyen kis békés ember, vagy ember, hát alaknak tűnik. Howdy, how can I? Hát gondolom, erről sem számított, hogy ide jövök. Oh. Tényleg kicsit ilyen toriales külseje van, vagy mint ugyanabból a fajból származna. Annyira nagyon akarom mondani, hogy szeretnél egy csészeteát, de tudod, hogy mennek a dolgok. Hát bizony. Látszik, hogy ő is zavarban van. Nem jó jel. Vagy épp az, hogy jó jel, nem tudom. Szép nap a mai, nem igaz? Madarak énekelnek. Virágok éppen kivirágzanak. Tökéletes idő egy fogocskához. Többiek mondták, hogy kibeszélhetem magamat a csatából, mármint a karakterek a játékban, szóval... Tudod, hogy mit kell csinálnunk. Készen állsz, lépj be a következő szobába. Hát nem tudom, hogy készen állok-e. És itt ezek a szép sárga virágok, egy trón. Ez egy trón, tényleg. Ez egy másik trón, csak egy fehér lepellel le van. Ez kicsit ilyen zeldás az ablak. De szép, szép. Szépek a színek néha a játékban. Nem mentek, mert önmentettem. Hautens. Csak arra gondolok. Olyan, mintha egy fogorvosnál ülnék. Nekem nem volt bajom soha a fogorvosomban. Igaz, hogy az egyik ország konkrétan legjobb fogorvosához járok. Aki most csak drágán dolgozik, de cserébe a legjobb, szóval. Aki Pesti, annak tudom ajánlani. Budán van amúgy a Gellértél környéken. Are you ready? Ha nem, megértem. Én sem vagyok készen. Még. Hát pedig itt valami lesz. Wow, the deep. Szó szerint. Kicsit ilyen trippes. Ez jól néz ki az effekt. Ilyen Winamp skin. Vagy ilyen Winamp Equalizer grafika. Igen, ez a gát, vagy akadály. Ez az, ami itt tart minket fogva a föld alatt. Ha bármilyen befejezetlen dolgod van, tégy úgy. Hát így nézd, már nincs visszaút. Jó, tudom, hogy van felajánlani játék, de én azt mondom, hogy ne legyen visszaút. Látom. Hát akkor ez ennyi. Ez van. Készen állsz?
Ó, itt vannak a szívek. És ott az üres ibrik. És fura fény tölti be a szobát. Alkonyat ragyog túl az akadályon. Úgy tűnik, hogy az utazásunknak vége. De határozott vagy. Human. Örültem, hogy találkoztunk. Viszlát. Ó, oh, wow, ez epic. Anyád! Kiütötte a Mercy-t. Hát ez nem jó. Hát ez nem jó, gyerekek. Act. Ez akkor... Check mondjuk. 80-80. Wow. Uff. Oké, okay, itt már nem szózzuk a játék, azt látom, és hogy látom a damage-ekkel sem. Hát talk mondjuk. Nem mondom ezt gondolnak, hogy... Megölt engem egyszer. Ha, igen, már gyakoroltam a játékra. És így sem fog sikerülni, figyeljétek meg. Hopp, itt, igen. Úgy. Glenburger kell. Egyszer próbáltam meg felvételen kívül, és nem ment, úgyhogy ez a második próbálkozásom. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy így hogy fog menni a ti tanácsatokkal. Mert először úgy próbáltam meg, hogy saját magamtól, így random. Azóta kaptam jó sok ötletet tőletek. Igen, most elmondom ezt gondolok, hogy nem akarok harcolni vele. Ja igen, először mozognom kellett volna. Mindig elfejtem, hogy a... Nem, a kék a nem mozgás és a sárga mozgás, jó. Még egyszer találkozni kell vele, igen. Kicsit erőteljesebben mondom ezt gondolok, hogy... ne harcoljon velem. Wow. Júj! Kikerüljük, úgy, hú, az para volt. Még egy tók. És már nem nagyon csinál semmit a beszéd, szép szóból már nem ért. És aki nem kap filest a játékhoz, mint én a kedves nézőtől, az igazából rohadt nagy bajban lesz, és igazából ezért is döglöttem meg először, hogy olyan, mintha a láncsán, vagy a szuronynak a végén egy flavi lenne, nem? Csak nekem tűnik úgy fura. Szóval a lényeg, hogy vele harcolni kell Ezgorral. Ezt a tippet kaptam. Úgyhogy próbáljuk meg. Ugye, hát Mercy-zni nem tudjuk értelemszerűen, mert nincs lehetőségünk. Úgyhogy nézzük meg, mit tudunk tenni ellene. Ez az. Miért nem gyógyul? Ja, mert nem, azért nem gyógyulok, mert nem gyógyulok tényleg. Ja, nem is akartam. Ó, oh, ez kicsi volt, 125. Talán ez a legnehezebb az összes közül. Jó, item. Van még itt, ahonnét jöttem. Wow. Jaj! Összekapjöttek az ujjaim konkrétan. Ez is kicsit hamar volt. Hát még így is, hogy most felvettem egy fegyvert, nem... Ja, meg igen, az előzőben még a tesztfelvételben még az volt, hogy még fegyvert sem vettem magamhoz, szóval így... Kb. Ilyen negyed ennyiket sebeztem neki, és így elég para volt. Kék. Ez az. Ilyet csinálhat többet, mert ez jó gyakorolni. Ez a 147. Lesz a sok. Ez még kicsit para. Oké, megvan. Megpróbálom még egyszer. Valami kritikára van valami esélyem, vagy? Nem kéne meg... egy HP maradt, ez kurva egy mákon volt most. Fogy a cuccom, és még csak a negyede HP-a sikerült levennem. Oké, most még egy fájt. Na, ezt csinálhatja. Ez az. Gondolom, akkor 150 a max damage, amit tudok csinálni neki. Ó, nem gondoltam, hogy arra megy. Támadása. 144. Ó, fú, basszus. Még így is meg lett. Csoda, hogy meghaltam.
az első próbálkozás, amikor nagyon jól megpróbáltam, hogy menni fog az. De aztán nem. 147, hát ez se sokkal több. Ah, nem próbáltam mozogni. Betelt a szoba. 150. Na, ezt már szeretem. Júj! 4 HP-ját, ez se sok. Még egy Grandburgert be kell nyomnom. Au, mindegy, egy szemek sebzőttem, az még nem para. 209 damage, ez már jó. Fight. Aha, most már többeket sebzek neki. Talán van esélyem. És ha van, az tök jó dolog. Hashtag YOLO. 277 damage. Megint vákum volt nagyon. 6-2, úgy. Ez az! No sebzés, baby. 286. Ja, ez is belefér még. Hú, úgy remeg egy gyerekek, végre lehet, hogy sikerülni fog másodszor. Wow, 781 damage. Very nice. Ah. Szóval így mennek a dolgok. Emlékszem a napra, amikor a fiam meghalt. Az egész, hát underground, elveszítette a reményét. A jövőnk még egyszer, hát elveszett az emberek miatt. És dühtől fűtve háborút hirdettem. És azt mondta, hogy elpusztítanék minden embert, aki leesik ide. Hogy ide jönne. És a lelküket használnám arra, hogy olyan legyek, mint Isten. Vagy hogy nem Isten, hanem ilyen nagyhatalmú legyek, és ebből a szörnyű börtönből kihozza a népemet. És utána elpusztítom az emberiséget, és a szörnyek uralnák a felszínt békében. Aztán az emberek reményei visszatértek. A feleségem, nem nézte jó szemmel a tetteimet, és elhagyta ezt a környéket, és soha nem láttam többet. De az igazság az, hogy nem akarok erőt, és nem akarok senki sem bántani. Csak azt akartam, hogy mindenkinek legyenek reményei, de nem bírom ezt tovább. Csak a feleségemet akarom látni. És a gyerekemet. Kérlek, fiatal. Ez a háború túl régóta tart. Neked van az erőd. Vidd a lelkem és menj innét. Hagyd el ezt a környéket. És ott a Mercy össze van törve. Nos, harcoltam vele. De nem szabad megölni senkit. Úgyhogy én úgy döntök, hogy én őt sem ölöm meg. Annak ellenére, hogy ő nagyon ki akart engem nyírni. És azok után, amiket tettem, hogy bántsalak téged, inkább itt maradnál, és szenvednél, mint hogy boldogan élnél a felszínen. Human, megígérem, hogy amíg itt vagy, feleségem és én törődünk veled, ahogy csak tudunk, amilyen jól csak tudunk. Lehet, hogy a felesége a Toriel, mert annyira hasonlítanak egymásra. Lehet, hogy ráutal, mert hogy meg a ház is annyira hasonló, tehát mint a másik fele lenne a kastélynak, és nem tudom. Szerintem a Toriel az ő felesége, nem tudom. És együtt lehetünk
az előszobába, és vagy a nappaliban sztorikat mesélni. Butterscotch pie. Akkor biztos, hogy igen. Akkor ez Toriának a férje. És akkor Toriel akkor egy királynő volt, vagy hercegnő. És annak lehetnénk, mint egy család. Mondom, hogy nagyon izé a gyerekét is sajnálja, hogy hiányolja. Oh, fuck! Júj! Megölték a királyt. Bizony. Azt a kurva. Na mi lesz itt? Flávi, a kurva anyád. Te idióta. Nem tanultál semmit. Ebben a világban, és ott a többi szív. Ő ellopta a szíveket. Ő vagy haj. Megszoksz, vagy megszoksz. Wow! Kifagyott a játék, vagy kilépett a játék, vagy kifagyott. The fuck? Csak random kiléptem. Hát akkor próbáljuk újra. Scrollok el. Ja, nem tudja, ez... De kicsit... Nem ez volt a kép, nem? Wow. És eltűntek nyom nélkül. Flávi level 999. My world. Akkor ez Flávi műve. És direkt így volt megcsinálva. Ez durva, hogy így van megcsinálva játék, hogy random kilépjen és utána töltse tovább. Ez nagyon ötletes. És remélem megy a felvétel. Na, sötétség. Nem akarok menteni. De lehet, hogy muszáj. És itt mi lesz? Throne Entrance. Save it. Nem tudom, ja! Ehhez nem tudtam nyomni semmit. File erased. Letörölte a mentésemet. Ugye nem? Howdy. Én vagyok Flavi. Flavi a virág. Tudom, egyszer bemutatkoztál nekem. Nagy köszönettel tartozom neked. És igen, hogy jó dolgot tettem vele, és hogy nélküled nem jutottam volna túl rajta. Is kijött az arca ide. De most a te segítségeddel ő meghalt. Mit ha én ennek a hibás? És megvan az összes emberi lélek, és már csak az enyém kell. Gondolom lesz egy Flavi boss fight is. Oh boy. Olyan üres voltam sokáig. Olyan jó, hogy van újra lélek bennem. Érzem, ahogy így mozognak bennem, hogy így remegnek, rázkodnak. Biztos rosszul érzel magad. Nos, ez csak tökéletes. És úgy, mert még tényleg is csak 6 lelkem van. És kell egy, még egy, pontosan. Mivel Isten leszek, az elég nagy ultramegy szopás lenne, hogy Isten lenne Flavi. És akkor az új erőmmel, szörnyekkel, ilyen sztori ennek az arca. Emberekkel, az én arcom. Mindenki. Megmutatom nekik, hogy mit jelent az igazi világ. Az igazi világnak jelentését. És felejtsem el, hogy megmentem az a régi mentésemet. Örökre eltűnt. De ne aggódj! Az öreg barátod, Flavi, talált egy pótlást. A saját halálod fölé fogok menteni. És így láthatod, ahogy... egy darabokra, véres cafatokra foglak tépni. Újra, és újra, és újra. Egyik közben meg random akar. Micsoda? Azt hiszed, hogy meg tudsz engem állítani? Hi-hi-hi. De tényleg idióta vagy. Na ezt meglátjuk. Csak egy növény végtérő, és mit tud ártél nekem? Mi ez? Mi ez valami pók? Nem tudok mozogni. Ez valami nagyon csápos, csúnya szörny lesz ebből. Ezt még nem láttam, ideig még nem jutottam el. Ezt gondolom sem tudtam átjutni.
Mi ez valami ilyen metaton elcseszedés? Úristen, mi ez? The fuck? Ez félelmetesen néz ki eléggé. File saved. Úristen. Jaj. Mi ez? Mit kell csinálnom? Sok a tűz. Ott van valami fájt, azt meg kéne. Talán még. Au. Figyelem. Milyen figyelem? Nézzük én megint milyen hülye miniátor. Úristen! Az kurva, ez eddig a legnehezebb ever. Jubi, act! Igen, segítséget kiáltok. Nagyon. Júj! Mi ez? Ah, és tényleg gyógyít. Akkor a zöld az itt is működik, mint korábban. Júj! Vagy már gyilkolnak engem. Ah, jóra kitalálom. Úgy tűnik, hogy a izé az nem sebez engem a teste. Mi ez? Te jó ég. Gyerünk a fájtba. Úgy. Gondolom, ha meghalok, akkor nagyon meghalok. Ó, oh, és meghaltam. Ez gyors volt! Ez nem egyszerű ez a boss fight. És jól nem fogsz felkelni. Ha 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 ha. És megint kilépett a játék. Wow! Oké. Okay. Hát akkor játszunk így. Hogy is van a felvétel nekem? Igen. Hi-hi-hi. Azt hitted, hogy meg fog elégedni az, hogy csak egyszer öllek meg. Azt hiszem, hogy az bosszát nagyon sokat el fog szórakozni. Ki meg erre oldalra? Nem érdekel. Isten, de ezek mennyi sebeznek, te jó ég. Kellemek a fájba. Ez egy Vénusz légycsapója is van itt még, nagyszerű. Ez ami rohadt nehéz. Figyelem. Gondolom megjön a késes, Emlékszem az ennyire. Wow! Ez nem a késes, mi ez itt? Júj! Wow! Ezt nem tudom, hogyan élem túl eddig. Igen, segítségre kiáltok még mindig nagyon. Ah, gyertek életek! Hát nem sokat gyógyítottam magamnak. El lett mentve valami, vagy nem tudom, fáj kettő szélt. Fáj egy loadit. Úgyhogy visszatölti a rohadék az állásomat. Hát ez csalész. Jó, legalább azt is tudom, hogy nem kell legelejéről kezdenem. Figyelem. Kék. Hú, jaj, nem mozgok. Ajaj. Aha, amikor ki kell kerülnem. Au. Igen. Segítséget kérek, bocsi. Azaz, gyógyítsatok sokat. Azt még fölvettem. Hú! Úristen, megint ezek a vizészarok. Jó, ide kimegyek a sarokba, nem érdekel. Látja, nem sebez engem. Hú, ezek a pellettek, ezek voltak az első boss fightnál is. Harcolok még mindig. Légy csapó, ne! Úristen, mi ez? Ez gyors volt. Wow. Game over, gondolom megint be fog szólni, Flavi. Hogyha ment minden egyes boss fight után, az nem rossz végül is. Ez mindig csak egy rossz álom. Sose fogsz belőle felkelni. Igen, tudom. Megint ha megint kilép, és gondolom megint ugyanúgy folytatom. Remélhetőleg. De párszor meghalok, de így meg fogom tudni csinálni.
Tehát gyakorlatilag segít valamilyen szinten a játék. Szánalmas, most tényleg meg fogsz halni. Hát remélem nem az elejétől kell kezdenem, de eddig úgy tűnik, hogy segítek egy ilyen szempontból. Gondolom a játékkészítés észrevették, hogy lehet, hogy játékkészítő is összevette, hogy igen, ez enyhe, enyhe túlzás. Jó, a tüzet ezt ki tudom kerülni. Au, légycsapot, azt annyira nem. Ez a legnehezebb, szerintem. Ez még izét is lő lézert, persze, meg... Hát itt... Itt vagy mákon van, vagy nem. Oké. Biztos. Lila, mi lesz itt? Te jó ég. Wow! Kegyetlen. Az pixeleken sem múl a gyerekek, hogy az, hogy éltem túl. Arra nagyon kíváncsi lennék. Ezt nézzétek vissza. Act, igen, segítséget kiálltok nagyon-nagyon-nagyon hangosan. Adjál életet nagyon sokat. Nem, nem, nem. Úgy, áh, majdnem felvettem. Mi lesz, jaj, megint ez. Ez kocsogi visszatölti a mentést. Még akkor tényleg nagyon izé lenne. Aha. Warning, már is. Zöld. Ja, és ugye az arcán vannak, ez a különböző szíteket jelölik. Ez a serpenyő. Wow! De... Jaj. Úgy tűnik jó helyen állok. Segítségért kiálltok. Úgyhogy... Jók a zenék. Ez volt a soundtrackban, és ezt végighallgattam. Most már értem, hogy miért ennyire beteg ez a szám, hogy ez az Ultimate Boss Fight-nak a zenéje. Hát most sem sikerült teljesen elgyógyítom magam. Ja, lángszóró. Jó, ezt ki tudom kerülni. Bomba, ide fölmegyek. Jó. Szuka hülye lézerek. Harcolok. 23 sebzés, hát ez lótúró. De bemegyek a sarokba, nem érdekel. Ne nagyon jöjj meg, csak egy kicsit. Belementem, sárga. Mennyi szív van? El is fejtettem, mennyit csináltam meg is, annyi van hátra. Mi ez itt? Pisztoly. Oh fuck! Ne, légy színe! Hogy kerültem ki? Act, igen, nagyon-nagyon segítségért kiálltok. Ah! Ne, gyógyíts a többet, ne! Basszus kulcs, ez semmire nem volt jó. Sárga, zöld, lila, kék, halvány kék és narancssárga. Na. Ez az, gyógyítsatok sokat! Ez kellni fog. Na mi van, utolsó fázis? Flavis Defense Drop to Zero. Gyerünk. Úgy, és még kapok még életet is közben. Nagyszerű. Gondolom megkönnyűrő rajtam a játék, mert látta, hogy annyi szor szoktam vele. Úgy. Nem hagyom magam. Határozott vagyok. Úgy. Kurva sokat sebez, basszus, ez hihetetlen. Úgy kell az élet. Legalább egy picit vissza tudja gyógyítani, már az is valami. Vissza. Csak ezt be arra is kell mennem, hogy tudjak harcolni. Felgyorsultak az események. Nem tudom, nem látom, bassz. Nem is tudok oda nézni, hogy... Vissza. Kell a tapasz? Úgy. Hope, remény, igen, az most nagyon kell nekem. Jó, kell a hop, igen. És kell élet is majd. Felvettem, jó, oké, és harcoltam is. Kell a septapasz is. Azt kell, hogy kiadtam ott először. Kell a virág is. Fölmegyünk. Kell a remény megint. Fú, basszus. Ez ilyen nagyon kiszentizett valami. Gyerünk. Nem akarok többször megdöbredni ebben a játékban, úgyis annyira ciki. Fight, hop, ott a remény, nagyszerű. Ott a felki... Ó, és megvan.
Az a monitor, te jó ég, de durván néz ki. Hát ez egy... De ilyen boss fight még nem volt, tehát ilyet még nem láttam. Ne. Ez nem történhet. Közben mozogott valami nagyon. Te. Aha! Te idióta. Basszus! Hát ezt nem tudtam kikerülni. Ja, hogy most akkor a Flavi bekattant. Megjön, vagy visszatölt. Nem enyhén szadista ez a karakter. File 6. Hihihi. Tényleg azt hitted, hogy legyőzhetsz engem? Én vagyok ennek a világnak az istene. És te? Te reménytelen vagy, az az elég creepypasta. Reménytelen vagy. És egyedül vagy. Igen, ez igaz. Te haszontalan barátaid nem tudnak téged megmenteni. Hívj segítséget. Próbáld csak meg. Sírj bele a sötétségbe. Anyu, apu, valaki segítsen. Látod, mennyit tett ez? You called for help. Hoppá! Ja, senki nem jött. Milyen kár. Senki. Senki nem fogja látni, hogy meghalok. Mi lesz? Ajjaj! Wow! Full HP? Hogy? Micsoda? Én is ezt kérdezem. Hogyan csináltad? Nos, akkor csak... Load failed. Mi? Hol vannak az erő? Hol van az erőm? És ott vannak a szívek. És a lelkek? Mit csinálnak? Wow! Milyen trip ez? Nem? Nem csináltad. Elítsd meg. Vagy megállni. És hogy engedelmeskednem kell neki, hát ez nem fog sikerülni. Mi történt vele? Nem bírta a kis nyomorék teste elviselni a... Wow! Fight vagy Mercy? Ha már mindenkit megkímeltem a játékba, legyen Mercy. Mit csinálsz? Tényleg azt, hogy tanultam ebből valamit? Nem. Na, nos, én sem hiszem, hogy tanultam ebből valamit. Nem az ennél, hogy te tanulj valamit, hanem az, hogy én ne... köpjem magam szembe. Amiért eddig harcoltam. Ha engem megkímél, semmi nem fog változni. Ha megölsz, csak ez az egy út van. Azt mondom, hogy nem. Hogyha élni adsz engem, visszajövök. Gyere! De mégis megcsináltam a bossfightot, gyere! Gyere, bazzeg! I double dare you! Megöllek. Mindenkit megölök. Egyre jobb. Mindenkit megölök, akit szeretsz. Na, te, tetőzz még, tényleg. Ezt nem tud velem mit kezdeni. Miért? Miért vagy ilyen rendes velem? Ez van. Nem értem. Nem is fogod. Igen, mindig nem értem. Fú, mennyire el van keseredve. Szó szerint szét van törve. Én csak nem tudom megérteni. És bejött a futás hang, és elfutott Flavire növei. A gyáva féregje? Itt a kezdésnél? Na? Undertale. Toby Fox-tól. Igen. Tehetség. Ennyi volt. Ennyi volt a játék. Ennyi volt a játék. Ó. Jó, párszor meghaltam most. Meg nem láttátok, hogy Ezgór is megölt egyszer, de... Ja, gondolom, ez a Kickstarter segítők. Jó, még ez a neutrál, de gondolom, hogy csak kapok valami endinget, hogy izé, nem? Hogy jó fiú voltál. Ring, ring. Helya. Van itt valaki? Hát Sans itt van, ez biztos. Szóval csak felhívtalak, hogy...
Ja, Snowman, egy hóembert nagyon boldog etett. Ja, igen, nálam volt az izé. Basszus, csoda, hogy ezt nem ettem meg véletlenül, azt a rohadt életbe. Azt a tökre kiment a fejemből, hogy nálam van. Az elején mondtam, de ugye a csata hevében biztos, hogy nem figyeltem, úgyhogy... De úgy tűnik, hogy valami mást is kéne mondanom. Szóval, ideje... Már... Királynő visszatért, és most ő irányítja az Undergroundot. És egy új házirendet vezetett be. Minden ember, aki leesik ide, úgy kell kezelnünk, mint, és nem úgy kell kezelnünk, mint ellenségek lennének, de barátként. Ez talán a legjobb. Az emberi lelkek, amiket a király összegyűjtött, tudtuk, hogy eltűntek. Hát nem, biztos nem örülnek. Szóval úgy tűnik, hogy ez a történés, ez a nem fog sokáig újra megvalósulni. De hogy az emberek megszakad a szívük a király miatt, és a szabadságunkra nézve, hát nem jó dolog ez. A királynő hát megpróbálja a legjobbját, hogy ne veszítsük el a reményt. Szóval nem adjuk föllen. És tessék ott fel, bárhol is vagy, oké? Ki tudja, milyen hosszú ideig tart. De ki fogunk jutni innét. Sansz, kihez beszélsz? Ó, senkihez. Micsoda? Senkihez. Beszéltek hozzájuk? Igen, Ville. Egy pillanatra. Ismerem ezt a számot. Figyelem, ember. Jaj, most telefonba veszel, ha. Én, a nagyszerű Papyrus, ő lett a Nemzeti Gárdának a vezetője. Mindenért álmodtam, minden, amit álmodtam. De harcolás helyett mi virágokat öntözünk. Szóval nem túlságosan változott meg minden. És Dr. Alphysnak segítünk az ő kutatásában. És valahogy fog találni egy megoldást arra, hogy kijussunk innét. Ebből biztos vagyok. Undyne is segít neki. Bár, hogy őszinte legyek, az ő segítési módszere elég robbanékony. De úgy tudok, hogy Alphys szereti, hogy ott van a közelében. Ó, hé. Mi van veled, te nyomorult? Kérlek, ne vedd el a telefont. Ki van itt a... Ki van itt megbízva? Én? Ó, igen. Igen, ő kilépett a munkából, hogy ő ugye volt a korai vezető. És most, hogy nem harcolunk többet, így gyakorlatilag az egész már nincs többet, ez a Royal Guard. És már csak egy tag van, azt gondolom, Papyrus. De ő nagyon jó, a per nyilván. Yeah, he's, az arc. Szóval most laborasszisztens lett. És találunk egy utat, hogy ebből a szeméttelepből egyszer kiussunk. És a királynő új iskolájában torna tanár vagyok. Az mondjuk ez lehet, hogy pont jó. Bench press seven children. Persze. Ki tud nyomni, persze, egy gyereket. Mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy kisgyerekek, akkor persze. Ilyen király. És én, ami történt ez óra, csak azt tettem, hogy tenned kell. Nem a te hibád, hogy ő... A francba hiányolom a fiszkót. Akkor most elmondom, hogy van Alphys, igen. Ugyanolyan maradt. Maybe more reclusive, mondjuk az ráfér. Úgy tök, hogy valami nagyon bántja őt. De... Hát... Túl fog majd jutni ezen az egészen. És ott leszek mellette, hogy támogassam. És erre vannak a barátok, nem igaz? Bárhol is vagy. Remélem jobb, mint itt. Nagyon sok áldozatot hoztál. Hogy itt legyünk. Vagy ott legyél, szóval bárhol is vagy. Próbálj meg boldog lenni, rendben. Kedvünkért.
jobban esik nekünk, hogy a mi, hát, mi munkánk is jól befektetésre került. Mind veled vagyunk, mindenki, még a királynő is. Akkor gondolom, hogy igen. Hé, várj egy pillanatra. Toriel, akarsz? El van foglalva. De tudja, hogy kihez beszélünk. jó óráig nem, több óráig nem fog visszajönni. Igen, we have the mercy to spare you from her. Igen. De hívjál vissza, amikor csak akarsz, oké? Okay. Szeretne veled beszélni. Ó, oh, ups. Mindjárt lemerül a telefon, igen. Szóval gyűlöm, hogy nem szeretem, hogy rövidre kell fognom, de... Beans... Beasing, oké, okay, belé. Viszlát most. Szia, punk. Klik. Oda jól elsötétült a kép. Ó! Oh. Hát te még a francot keresed. Miért? Miért tegettél engem elmenekülni? Nem veszed észre, hogy jónak lenni? Csak, hát, fájdalommal jár. Nézd magadra. Ezeket a nagyszerű barátokat szerezted, de... valószínűleg soha nem láthatod őket újra. És hogy mennyire, hát... hát ők is mennyire vissza kellett, hogy lépjenek mindentől, ami az álmuk volt. Fáj, ugye? Hogyha ezt úgy csináltad volna, hogy senki, tehát hogy nem törös senkivel sem. Nem kéne rosszul érezni magam, nem érzem rosszul magam. Szóval nem vágom. Ha mindent megfelelő módon csináltál, akkor mégis miért alakult minden így? Miért? Az élet tényleg ennyire igazságtalan? Mi lenne, elmondanám, hogy tudok egy jobb utat arra, hogy egy jobb befejezést kapj. Vissza kell töltened a elmentésedet, és miért nem nézed meg mondjuk Dr. Alphys-t? És akkor jobb barátok lennétek. Lehet, hogy az ő kezében van a kulcsa boldogságodhoz. Hamarosan látlak. Na, ez az igazi jó intrója az Undertale-nek. Gondolom vissza kell majd töltem az állást, és akkor innét lesz majd az igazi pacifista ending. Hát meglátjuk, nem ígérek semmit. Ezt meg föl kell dolgoznom magamban, ami történt, mert ez nem volt egyszerű. Ez de jó volt, de jó volt, nagyon jó volt. Nem a világ legjobb játék az Undertale, de jó játék. És egyéni, és ez tök jó. Úgyhogy nem tudom, visszatér az a végigjátszás. Hogyha visszatér, akkor folytatjuk, hanem akkor ennyi volt. Ez ilyen egyszerű. Ilyen az élet. Úgyhogy, ja, írjátok le, hogy mit kell csinálnom a pacifista végigjátszáshoz. A pozitív vendinghez legalábbis, és akkor meglátom, mit tudok tenni az érdeketekben. Meg a végigjátszás érdekében, meg Knill érdekében, meg a Underground érdekében. Úgyhogy... vagy folytkov, vagy nem, ez rajtatok múlik. Meg picit rajtam is talán, na mindegy, sziasztok!